A vírushelyzetet illetően egy nagyon fontos kommentárt fogunk elmondani, pontosabban egy röpke interjút készítenék most Tiborral. Valamelyik nap megosztottam egy nagyon érdekes írást a vírushelyzettel kapcsolatban. Valaki föltett egy összefoglalót, és tényeket gyűjtött össze benne, és ahogy olvastam, azt láttam, hogy egy elég komoly, hosszabb kutatómunka van emögött, az írás mögött. Egy nagyon jó írás, úgyhogy megosztottam. És elég sokan látták, és történetesen azok között, akik látták, voltak tanárok is. És az egyik tanár, aki megosztotta, egyszer csak rám írt, hogy Judit, képzeld el, megosztottam, és az igazgatóm meglátta, és kaptam tőle egy levelet. Be is másolta nekem a levelet, elküldte. És ha megengeditek, fel is olvasnám ezt a levelet. Csak az ide vonatkozó részt fogom olvasni a levélből. Tehát azt írt az igazgató a hozzá beosztott tanárnak. Azt mondja, olvastam én is az általad megosztott Facebook bejegyzést Covidról, járványról. Magánemberként lehet ez a véleményed, ebben nem korlátoz senki. Iskolában dolgozó tanárként azonban felelőtlenség a nevedet adni mindenhez. Posztod eljuthat szülőkhöz, kollégákhoz, akik gondolhatják azt, hogy meggyőződésed miatt nem veszed komolyan a védekezést, ezzel a rád bízott gyerekeket, környezetedet veszélyezteted. Posztod eljuthat tankerülethez, egyéb hivatalos szervhez, akik ebben a pattanásig feszült helyzetben végletesen is reagálhatnak. Bízunk abban, hogy hamarosan tér az élet a normál kerékvágásba, jó egészséget kívánok egész családodnak. Nos, amikor én ezt olvastam, kinyílt a nem létező bicska a zsebemben, mert amúgy nem vagyok agresszív, nem tudnék bántani senkit, de ez normális ember, aki gondolkodik több szempontból is, ugye én a kommunikációval foglalkozom, az a szakterületem, a kommunikáción belül is a visszaélések, a visszaéléseken belül is az egy ilyen nagyon finom, észrevehetetlen, alattomos kis visszaélések, és végtelenségig ragozhatnám, hogy ebben milyen visszaélések vannak, elemezgethetném. Ebben most nem mennék bele, ehelyett inkább gondoltam Tibort megkérdezem e felől, Geri Tibort, aki ugye a társadalom, a politika és a jog területén szakértő, és bizonyos fokig még mondhatnám, örültem is ennek a levélnek, hiszen hát nem örültem, de ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy kielemezzük a helyzetet ebből a szempontból is, hogy kik azok, akik segítik fenntartani ezt a helyzetet, milyen szempontból, hogyan, mi mindenre utal ez a jelenség. Ez egy nagyon érdekes, és egy nagyon jó alkalom arra, hogy szóljunk egy-két szót erről. Na most, amikor megkaptam ezt a levelet, utána nem sokkal Tibornak is felolvastam, és hát mindjárt láttam rajtad, hogy te is teljesen kiakadtál, és most én tudom, hogy miért akadtál ki, de most az interjú kedvéért akkor megkérdezem, hogy miért lettél olyan mérges, amikor ezt felolvastam? Hát kezdjük azzal, hogy azt nem mondtad, hogy tanári végzettségem is van, és tanítottam is. Hú, meg még annyi minden vagy, tehát, hogy fel se lehet sorolni, hogy annyi minden ez volt, miatt, és igen, ez és tanár miatt is nagyon voltál. Is... Ismerem és érzékeltem ezt a helyzetet, tapasztaltam, hogy milyen az, amikor az igazgató így áll hozzá egy problémához, vagy egy kérdéshez. Én tudom, hogy az igazgatók is nehéz helyzetben vannak most, de hát azt is tudjuk, hogy nem akárkik lehettek igazgatók az elmúlt 10 évben. Tehát ahhoz, hogy valaki egyáltalán ebbe a pozícióba kerüljön, ahhoz már bizonyos... a gerincének bizonyos részeit el kellett hagyja. Át kellett esnie egy-két igen, és teszten. Nem megbántva esetleg azokat az igazgatókat, akik ez mellett is emberek tudtak lenni, vagy maradni. Viszont aki igazgatóként így áll ehhez a problémához, ott egyéb problémák is vannak szerintem. Tehát ami miatt én fölháborodtam, az igazán az, hogy nem elég, hogy van ez a társadalmi probléma. Most én azt hittem, hogy mikor elkezdték mondani, hogy második hullám, vagy fázis, vagy hát, hogy lesz ennek még egy folytatása, akkor arra gondoltam, hogy a gazdaság lesz az ütköző pont, ahol azt mondják az emberek, hogy na most már elég volt. És nem is gondoltam abba bele, hogy
esetleg a gyerekek, az iskola és a szülők, tanárok között lesz a következő konfliktus, illetve... Bocsánat, hogy közbeszólok erről az írásról, elmondanád a véleményedet? Láttad te is ezt az írást, igen, amit igen. megosztottam, és egy-két tanár is megosztott. Tehát az írásról annyit kell tudni, hogy egy nagyon jól összeszedett írás, utalásokkal, neves professzoroknak hivatkozásokkal. A hivatkozásokkal, forrás megjelöléssel, névvel, mindennel ellátva, és nagyon pontos leírása az eseteknek és a történéseknek, illetve a magának a járványnak, a statisztikai manipulációnak, egy csomó olyan dolognak, ami, még egyszer mondom, valós tény. Tehát lehet rajta vitatkozni, csak hogyha valaki megfelelő tudás nélkül csak a propaganda hatására kezd el vitatkozni, akkor a pillanat alatt kiderül, hogy nem ért hozzá, vagy nincs igaza. Tehát maga az írás, az egy nagyon jó összefoglalója magának a helyzetnek, illetve hogy ezzel a helyzettel kik és hogyan éltek vissza. Hogy miért éltek vissza, az egy másik kérdés, az még egyelőre talán nem derült ki sokak számára. Most már kezd körvonalazódni, de az, hogy egy igazgató így viszonyul hozzá, az pontosan mutatja, hogy tudja és tudnia kell, hogy amilyen utasításokat ő kapott, és hogyha azokat mind be is akarja tartani, akkor pont azoknak árt vele leginkább, akiről azt hiszi, vagy azt mondja, hogy segít nekik, tehát a saját... Védi őket. Hogy védi őket, a saját tanári állománya, illetve az iskola diákjai, akiket rájuk bíztak. Tehát itt jön az, hogy ha ezt az igazgató tovább akarja játszani, mert ez egy nagyon alattomos, undorító játék, ami viszont véresen komoly. Tehát, hogyha ezt tovább akarja csinálni az igazgató, akkor nagyon hamar szembe fog találkozni nem csak a nem tetszésével a tanároknak, hanem itt életekről van szó. Tehát itt a gyerekek jövőjéről van szó, amiért a szülő igazából is elsősorban a felelős, és ezt a felelősséget akarják kivenni, és félreértelmezni a nem is a tanárok, mert a tanároknak csak egy része ennyire elvakult és ennyire felelőtlen, hanem az irányítás, az oktatás irányítási szervek, illetve akik feljogosították magukat arra, hogy ebbe a kérdésbe döntsenek, miközben ebben a kérdésben szülők nélkül egyszerűen nem szabadna dönteni, és hogy én azt látom, hogy most ezt próbálják meg, hogy a gyerekeket megpróbálják kivenni a szülőknek az irányítása alól, és olyan intézkedések alá vonják, ami idézőjelben megöli a jövőt. Tehát a gyerekekből már most az elején, tehát nem is várják meg, hogy felnőjenek és találkozzanak mondjuk serdülőkorban a társadalmi problémákkal, hanem most gyerekkorban el akarják dönteni végleg, hogy milyen pszichikai állapotba kerüljön az a gyerek, amikor 14-15 éves lesz. Ez egy katasztrófa, amit az iskolákban a gyerekekkel akarnak csinálni, vagy csináltatni. Szóval egyszerűen megengedhetetlen, és hogyha ebbe a szülők nem emelik föl a szavukat, és a pedagógusok nem a szülők mellé állnak a gyerekek érdekében, és itt jön az, ami miatt én felháborodtam, hogy a pedagógusoknak kellene végre a sarkukra állni, és a gyerekekért kiállni, és a szülők mellé állni, azok a szülők mellé, akik megértették, hogy mire megy ki ez az egész, és hogy miért nem szabad megengedni ezt a tanároknak. Azok az igazgatók, akik ezt nem tudják fölmérni, azoknak tudniuk kell, hogy a végén, amikor ennek vége, akkor mindenkinek a felelősségét meg fogjuk vizsgálni, és minden egyes igazgatóról tudni fogjuk, hogy mit csinált, és mi a felelőssége abba, amit csinált, és nem fogja tudni azt mondani, hogy parancsra tettem. Bizonyára tudjátok, Nürnbergben is hiába hivatkoztak rá a tábornokok is, hogy parancsra tettem. Nincs ilyen. Embertelen parancsot nem teljesítünk. Emberellenes parancsot nem hajtunk végre. Főleg egy igazgatónak ezt hagyd ne kelljen már elmagyarázni. Tehát itt az igazgatóknak is most fog elválni, hogy ki az ember és ki az, aki csak egy parancs teljesítő senki, akit csak oda tettek azért, hogy végrehajtsa az utasításokat.
Tehát ez egy nagyon jó vízválasztó lesz szerintem, és itt nagyon fontos az, hogy a pedagógusok meg a szülők hogy állnak ehhez, hogy találják meg egymást, és hogy értik meg, hogy mind a kettőnek a felelőssége van a gyerekekkel szembe, a jövővel, a társadalom jövőjével szembe. És föl kell, a gyerekekért és a társadalom jövőjéért, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most nagyon sok függ azoktól a szülőktől, akik megértették a problémát, és hogy mennyire okosan, mennyire diplomatikusan, vagy mennyire konfrontatívan állnak hozzá. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha megnyernék maguknak a pedagógusokat, mert a pedagógus én értem, hogy az elmúlt 10 évben őket is különböző helyről megszorították, hogy azt csinálják, amit kell, tantervekkel, mindennel, de azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy most már végre a sarkukra álljanak, és pedagógusok is legyenek, ne csak tanárok. Nekem körülbelül ennyi lett volna erre a reagálásom. Tudnám mondani, hogy mit kellene írni ennek az igazgatónak. Bocsánat, hogy közbeszólok még itt, mielőtt elfelejtem, hadd jegyezzem meg, az orvosok jutottak el eszembe, a német orvosok. Azok össze tudtak fogni, akkor a magyar pedagógusok? Például. Tehát itt jönne mondjuk a szakszervezetnek is a szerepe. Na jó, hát Magyarországon ugye mennyire... más rendszer van, hogy mindig igen, el szoktam mondani. De azért a pedagógus szakszervezetek azért jók szoktak lenni, tehát legalábbis régen azok voltak, hogy most milyenek, azt már nem tudom. De mindig ilyen helyzetek azok, amikor kiderülnek emberekről, hogy valójában kicsodák. Tehát amikor egy helyzet van, ahol megmérettetik az ember, akkor derül ki, hogy ki az, aki ember tud maradni, és össze tud fogni a másik emberrel, aki irányítani tud, aki mögé oda lehet állni. Tehát ez nagyon gyorsan meg tud szerveződni, hogyha egy jó közeg van. És én abba bízom, hogy lesznek olyan körök, olyan iskolák, amelyek ebbe példát tudnak adni, és akkor abban a pillanatban lesznek még több iskolák, és még több szülői közösség, akik ehhez csatlakozni tudnak. Tehát... Na, és ezzel elkezdted mondani, csak közbeszóltam, bocsánat, hogy mit lehetne mondani az ilyen igazgatónak, hát, vagy írni. Igen, tehát ennek az igazgatónak azt kellene mondani, hogyha olvasta, egyáltalán jó, hogy tájékozódik, mondjuk nem azért, hogy a tanároknak a dolgai után néz, de hát hogyha megteszi, még az se lenne egetverő nagy probléma, hogyha tisztességesen csinálja. Igen. Vagy utána ez úgy áll hozzá. Igen, ez egy nagyon burkolt fenyegetés. Tehát ez fenyegetés. És... Egy csomó olyan dolgot meg itt mondhatnánk, ilyen manipulatív dolog. Igen. Volt benne részem nekem is ilyenekben, úgyhogy tudom, hogy működik ez, és milyen hatást vált ki az emberből, hogy elgondolkodik, hogy tényleg pedagógus akar-e maradni. Amit az igazgatónak kellene mondani, az, hogy ez egy tény, tényfeltáró dokumentum, és nagyon pontos hivatkozásokkal, névvel, címmel, tehát visszakereshető, leellenőrizhető, és nagyon komoly tudós emberek állításai. Tehát ez nem egy egyszerűen valaki hasára ütött és nagyokat mondott, hanem ez egy nagyon jó összeszedett anyag, amire érdembe kellene válaszolni. Tehát azt kellene mondani az igazgatónak, hogy a tanári kar és a gyerekek megnyugtatása érdekében legyen szíves, tisztázza, küldje el a tankerületnek, az operatív törzsnek, vagy bárhova, honnan választ tud kapni ezekre a kérdésekre, és tegyen megnyugtató választ arra, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. Ha viszont ezt nem tudják megtenni, akkor viszont maga az igazgató is vonja le a következtetést arra vonatkozóan, hogy ezeket az intézkedéseket miért kell betartania ezzel a tényekkel szembe. Tehát finoman meg lehet ezt írni az igazgatónak, úgymond köszönjük szépen, hogy figyel, kérjük a tanári kar nevébe, hogy tisztázza ezeket a dolgokat, adjon megnyugtató választ, hogy ezek nem igazak. És akkor abban a pillanatban ott áll majd az igazgató, és akkor neki is majd dönteni kell, ugye, ha ő is azért két tűz között van, hogy hová. És akkor
rögtön ki fog derülni, hogy az igazgató az egy tisztességes ember, és megérti ezt a helyzetet, vagy csak egy mameluk, akit oda tettek. Azért mondjuk, mert valamelyik pártnak a tagja. Vagy valakinek a közelében, vagy holdudvarában van? Most ezt tudjuk, hogy kerültek most is igazgatók a pozícióba. Na, nekem köszönjük röviden szépen. Ennyi lett volna, hogyha... Bár azért tegyük hozzá, hogy elsőre sokkal keményebben és durvábban mondtam el a véleményemet. Nagyon de finom most, voltál most is. Most kicsit disztingváltam. Nőjes. Jó. Remélem, ezt már kivágjuk a végére.